Az Óbecsei Petar Kónyovics Alapfokú Zeneiskola növendékei a Városi Színházban tartották záró koncertjüket, és így módon mutatták be az idei tanévben elért eredményeiket a közönségnek. Elmondhatom, hogy ez a tanév rendkívül sikeres volt úgy a mi számunkra, mint a diákjaink számára. Rengeteg aktivitásunk volt. Összesen 16 versenyen vettünk részt 48 versenyzővel, tanáraikkal és korepetálóikkal. Közülük 17-en zongorán, 4-en hegedűn és 9 versenyző gitáron. Továbbá 13 tamburán, 2-en harmonikán, 2-en klarinéton játszottak. Egy versenyzőnk szolfézzsal versenyzett. Nagyon szép díjakkal tértek vissza diákjaink. 40 első díjjal, 23 második díjjal, 4 harmadikkal, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk ezzel a tanévvel, és nagyon büszkék vagyunk diákjainkra, akik az iskolai vége mellett időt szakítottak arra is, hogy gyakoroljanak és végig dolgozzanak. Annak érdekében, hogy ma este itt nekünk bemutassák, hogy mit tudnak, mit tanultak ebben a tanévben. Nagyon elégedettek vagyunk a ma esti programmal is. Idén szorgalmasan dolgoztunk, és számos versenyen vettünk részt. A diákom Dunja Vucinic 6. osztályos tanuló lett a 2023-2024-es tanév legjobb diákja, és erre rendkívül büszkék vagyunk. Ő nagyon szorgalmas, kitartó és számtalan versenyen vett részt. Arra törekedtünk, hogy a lehető legjobban bemutatkozzunk a versenyeken. A zeneiskolában a generáció legjobb növendéke Dunja Vucinic, aki az újvidéki Iszidor Bájid zeneművészeti szakközépiskolában tervezi tovább tanulását, és akire a következő egy évben intenzív felkészülés vár. Hegedűn játszom, és az alapfokú zeneiskola 6. osztályos végzőse vagyok, Natasha Gabriel Kekics osztályában. Az újvidéki Iszidor Bájid zeneművészeti szakközépiskolában tervezek tovább tanulni. Nagyon érdekes volt ez a 6 év. Volt sok felemelkedésem, de botlásom is. Az egészben pedig a legfontosabb az, hogy szeretek muzsikálni, és hogy ebben az irányban folytatom a tovább tanulást. A vetélkedőkön kívül a tanulók a belső órákon is iridlésre méltó tudást mutattak be a zenélés és az éneklés terén. Az iskola végzősei, akik különösen kiemelkedtek és megszerették a zenét, arra törekednek, hogy e művészet szakágain folytassák tanulmányaikat. Dusica Sévo osztályában vagyok, prim tamburán játszom. Eleinte nem voltam annyira érdekelt a zenélést illetően, de amikor átmentem Temerinbe és több időt szenteltem a gyakorlásra, jobban odafigyeltem, rájöttem, hogy nagyon szeretem a zenét, és szeretném folytatni is. Így Szabadkán fogok tovább tanulni tambura szakon. A zárókoncerten 24 művet hallgathatott meg a közönség, melyben az Óbecsei Zeneiskolában tanult összes hangszer képviseltette magát. A programot pedig a vonós és tambura zenekar, valamint az iskola kórusának fellépése tette teljessé.